Az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán és India részvételével létrehozott négyoldalú biztonsági párbeszédcsoport külügyminiszterei találkoztak pénteken a G20 országok Új-Delhiben tartott csúcs találkozóján. Az eseményről kiadott közlemény számos nemzetközi problémát foglal magába. Többek között a Kelet- és Dél-Kínai tenger militarizációját, a terrorizmust és az észak-koreai rakétakísérletek elítélését, a myanmari helyzet békés rendezésére történő felszólítást. A tájékoztatóban helyet kapott az Ukrajnában zajló háború kérdése is. A négy külügyminiszter közös nyilatkozata az ukrán háború igazságos és tartós békével történő lezárására szólított fel a nemzetközi joggal összhangban, amely minden ország szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartja. Ez a javaslat a múlt hónapban közzétett 12 pontból álló kínai béketervnek is az első pontja. Ahogy közös az is, hogy a külügyminiszterek nyilatkozata is elfogadhatatlannak nevezi a nukleáris fegyverek bevetését és az azzal való fenyegetéseket.